Köszöntöm Önöket, ez itt a Kék Lámpások, a Város Rendvédelmi és Mentésügyi Szervezeteinek magazinja. Az elmúlt hétvégén 4 vesztették életüket Fejér megye útjain, összességében azonban a halálos balesetek száma nem változott, nem nőtt a tavalyi esztendő első fél évéhez viszonyítva, a súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek száma azonban 8%-kal emelkedett. Az első tragikus baleset a Seregélyesi elkerülő úton történt. Dunaújváros irányába utazott a 62-es főúton ez az autó, amikor eddig nem tudni miért, de árokba hajtott és felborult. Úgy tudjuk, a kocsiban egy testvérpár és az édesanyjú utazott. A 26 éves fiatalnő kirepült az autóból és nem élte túl a balesetet. Az asszonyt és fiát súlyos sérülésekkel szállították kórházba, információink szerint az állapotuk stabil. Eddig ismeretlen okok miatt az úteső letért és az út melletti útpatkára, illetve útárokba csapódott, majd felreállt az autó. Az autóban 3 utaztak, ebből 2 súlyosan sérültek meg, illetve egy 26 éves lány, aki feltehetően nem használta a biztonsági övét, kirepült az autóból, és sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A felismerhetetlenségig összeroncsolódva az útmenti árokban állt meg az a kocsi, amely Székesfehérvár irányából Dunaújváros felé közlekedett, amikor az előtte lekanyarodó kamiont meg akarta előzni. A manőver frontális karambollal ért véget, az autó egy kamionnal ütközött össze. A kocsi 2 utasa meghalt, a sofőr pedig elmenekült a helyszínről. Egy tehergépkocsi szabálytalan előzésébe kezdett, az áróvonat átlépve kezdte meg az előzést, és egy szemből szabályosan közlekedő kamionnak neki ütközött. A baleset során 2 nő életét vesztette, illetve egy férfi, aki feltehetően a vezető volt, elmenekült a helyszínről, akit kollégáim 150 méterre fogtak el, és állítottak elő a Székesfehérvári rendőrkapitányságra bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Az egyik holttestet a tűzoltóknak kellett kivágnia a roncsok közül, a kamion vezetője nem sérült meg. Egy nő az autóba szorult, életét vesztette, egy másik kirepült az ütközés következtében, szintén elhunyt a baleset során. Egy férfi pedig könnyű sérüléseket szenvedett, őt a helyszínen ellátták a mentők, kórházba szállítása nem volt indokolt. További 1 könnyű sérültje van még a balesetnek, egy gépjárművezető, aki észlelte az ütközést, megállt segítséget nyújtani, és miközben megközelítette a balesetet, szenvedett autót, megsérült a lába. A 3. halálos baleset Mezőfalva térségében történt. Az autó egy balra ívelő kanyarban, eddig tisztázatlan körülmények között az úttestről lesodródva az árokba csapódott. A baleset elsődleges oka a figyelmetlenség volt ezeknél a halálos baleseteknél, illetve a sebesség nem megfelelő megválasztása. Tulajdonképpen a forróság tekintetében elmondható természetesen, hogy a járművezetőknek a figyelme lanyhul ilyen esetekben, ezért ha úgy érzi a járművezetők, a célszerű is indokolt egy rövid pihenőt tartani. A halálos balesetek száma nem, de a sérüléses karambolok száma 8%-kal emelkedett az első fél évben a tavalyi statisztikához képest, mondta el a közlekedés-rendészeti osztályvezető. A halálos eredménnyel végződött balesetek száma viszont csökkent, az mellett, hogy az elmúlt héten 3 halálos kimenetű közlekedési baleset történt Fejér megye útjain. A forróságban lelassul a reakcióidő, és a többség az átlagosnál türelmetlenebb, ezért a biztonság érdekében fokozott odafigyelésre van szükség. Tompábbak a reflexek, ilyen formán jelennek meg ezek a közlekedésben, illetve a látási viszonyokat az erős napsütés, mikor szembesüt a gépkocsi vezetőnek a szélvédőjén a nap, akkor nehezen tudja megítélni, kevésbé jól látja a zebrákat. A kéklámpások óvatosságra indik a közlekedőket, és azt hangsúlyozzák, mindenki tartsa be a szabályokat.
a biztonságos strandolásról tanultak a gyerekek a Velencei tónál, miközben rendőrmotorcsónakkal szelték a habokat a közlekedési szakkörös diákok, a legfontosabb szabályokat is elsajátították. A délelőtt legizgalmasabb része az volt, amikor a fiatalok bepattantak a rendőrmotorcsónakba. Milyen viharjelzések vannak? Elsőfokú volt 40 km. Igen? De nem csak a motorcsónakázás és a szép táj varázsolta el a szakkörösöket. A viharjelzésről és a vízi közlekedés szabályairól is sokat tanultak a fiatalok. Sok víz volt a legtöbbnyire, meg a nácigetek a vízen. Meg ugye a hajó, hogy emelkedett ugye néha, hogyha ráadták a gázt, és akkor kapatkodnunk kellett, mert hogy nehogy eldőljön. Meg hát a sok hajó jött szembe, meg a horgászok leginkább. A Gárdonyi rendőrség egyenruhásai a környék közlekedési szakkörös iskolásait látták vendégül. A vízi körzeti megbízottak tájékoztatják őket arról, hogy milyen szabályi vannak például a vízen tartózkodásnak, és hogy itt egy ilyen környezetben, egy ilyen szituációban hogy kell viselkedni, mire kell odafigyelni, hogy ne legyenek balesetek áldozatai. A Váli iskolában pont ezért baleset megelőzési céllal indították útjára a közlekedési szakkört. A foglalkozás tagjai rendszeresen vesznek részt a megyei baleset megelőzési bizottság versenyein is. Minden napunkat átítatja már a közlekedés, ezért is van az iskolánkban kerékpáros szakkör is, hogy minél előbb megismerkedjenek a gyerekek. 50-60 kisgyerek is jár egy évbe a szakkörre, meg még azon kívül is. A rendőrségi szóvivő hangsúlyozta, a velencei tavon sportolók a gyakran változó szélirány miatt kerülnek leggyakrabban veszélybe. A matracot, vízibiciklit vagy épp csónakot ez a hirtelen megforduló szélirány elsodorhatja a parttól. A szezonban eddig több tucatnyiszor volt már szükség az egyenruhások segítségére, legutóbb az elmúlt hétvégén. Másodfokú viharjelzésben kajakosokat, gumicsónakos férfiakat mentettek a rendőrök. Két férfi egy gumicsónakban ugyanígy járt gyakorlatilag, ugye bevesztek, hirtelen jött a nagy erejű szél, és nem tudtak önerőből kimenni a partra. Őket természetesen a vízi rendőrök kisegítették kis hajójukkal a velencei kikötőbe. A Gárdonyi rendőrkapitányság erre a szezonra is megerősített szolgálattal készült, és most arra a vízirendőrség is teljes kapacitással éjjel-nappal működik. Az egyenruhások 4 hajóval vigyáznak a fürdőzők és a vízben sportolók biztonságára. A vízterületen gyakorlatilag rengeteg gyereket látunk mostanában iskola szezon végével, osztálykirándulásokra, illetve a hétvégi forgalom az, ami a legerősebb gyakorlatilag a munkánk tekintetében. A vízi rendőreink folyamatosan járják a tó területét, figyelnek a fürdőzők biztonságára. A hétvégén egyébként zsúfolásig megtelt a tópart, strandtolvajt is fogtak a rendőrök, de ennél nagyobb eseménynél nem kellett az egyenruhásoknak intézkedniük. Négyszáz tűzoltót riasztottak szombaton a Bregyóba, ilyettségre azonban semmi ok sem volt, országos tűzoltóversenyt rendeztek a Bregyóban. Hajrá, Somló! Vértes Somló 10 hölgy képviselte a versenyen. A csapat legifjabb tagja ez a mindössze 2 hónapos kislány, aki békésen aludt az árnyékban, míg anyukája a futamra készült. Ez a faluban nagyon régóta működik, család, nálunk a családban szinte mindenki benne volt, a nagybátyám volt a parancsnok sokáig, és aztán a fiatalokat mindig bevonzuk, hogy ez jó hangulat van, mindig saját tűzoltó versenyünk, ilyen kis házi verseny, és akkor ott a fiatalokat össze lehet szedni, hogy ez azért jó edzés is, csapat is, csapatépítés is az egész, úgyhogy azért szerencsére van utánpótlásunk. Ugye mi most az olimpiára is készülünk, mert 3 hét múlva mi megyünk az olimpiára képviselni az országot, és hát ilyenkor januárban elkezdünk már teremben edzeni, heti 2-3 edzéssel, és hát a versenyig edzünk folyamatosan.
Fejér megyét ezúttal Pázmánt képviselte három csapattal. Székesfehérvár nagyon jól áll az önkéntes részlegen. Ha csak magát a város nézzük, akkor van egy fehérvári tűzoltó egyesület, önkéntes tűzoltóként tevékenykednek, és azt kell mondom, hogy nagyon aktívak. Több gépjárművel is rendelkeztek, a közelmúltban vásároltak egy használt, de az egyesület számára újnak számító és nagyon jól használható tűzoltó gépjármű fecskendőt, számos tagjuk van, és bizony olyan helyzetekben, amikor több riasztás is érkezik Székesfehérvárról, például egy jelentősebb vihar után, amikor összeadódnak az események, és hát szó szerint fogalmazok, akkor elfogynak a hivatásos tűzoltók, akkor jönnek és segítik a munkánkat. De ugyanezt mondhatom el megye szerte, de megyénkben közel 40 olyan tűzoltó egyesület van, aki aktívan részt vesz a tűzoltási műszaki mentési feladatokban. Az országos tűzoltó versenyeket a felnőtt önkéntes tűzoltók részére a Magyar Tűzoltó Szövetség szervezi, amelyekre meghívást kapnak a környező országok csapatai is. A versenynek a célja elsősorban a szakmai összefogás és a hivatásnak a szeretete, amely bennünket vezérel, de ezen túlmenően sokat törődünk a nemzeti összetartozással, hiszen minden rendezvényükre meghívjuk határon túli bajtársainkat. Most is itt vannak Kárpátaljáról, Székelyföldről, Vajdaságról, de fő cél pedig azon túl, hogy atlétikai versenyszámok, versenyszám jellegűek a mi sporteseményeink, alapvetően a tűzoltás napi veszélyre is felhívja a figyelmet, és arra, hogyan lehet ezt hatékonyan megoldani. A délvidéki önkéntes tűzoltó hálózat két csapattal, több mint 30 fővel érkezett Fehérvárra. A csapat ezúttal is számított a női tagokra. Hát általában ők ilyen titkárnői feladatokat szoktak ellátni, ugye adminisztrációt, de viszont vannak vonolós női tűzoltóink is, ami vagány, úgymond, hogyha azt nézzük, de általában ez ugye nem jellemző, sokat segítenek rajtunk, tehát támogatnak bennünket. Ugyanaz a versenytípus nálunk is, mint itt, úgyhogy mondhatom, hogy fel vagyunk készülve, mert nálunk már lezajlottak a versenyek most az idei idényre, úgymond, úgyhogy a csapatok már túl vannak a dolgon, úgyhogy úgymond felkészülve jöttünk, tehát nem érhet bennünket meglepetés, maximum az, hogy jobbak lesznek a magyarországi csapatok. Nyilván nem számít bele az eredményünk a magyarországi országos versenybe, de részt veszünk egy tapasztalatnak, ez nagyon jó lesz a fiataloknak. Visszukor feszülő szerel, vízvét a patakból, hozta másfél bétől a végét, minket jöjjön. A résztvevőknek ezúttal is két versenyszámban kellett összemérni tudásukat. A kismotorfecskendőszerelés mellett váltófutás várt a versenyzőkre, de nem síkterepen. Akadályok, palánk, gerenda, kúszócső, és ahogyan azt megszokhatták, rekkenő hőség is nehezítette a munkát. Kedves nézőink, ez volt mostanra a Kéklámpások, találkozunk jövő héten is, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!